A felkészülés harmadik hetében jár a Nyíregyháza Spartacus, a játékosok hétfőtől már bentlakásos edzőtáborban töltik a napokat. Közben dolgoznak a vezetők is, Kalocsai László és Vasziljevics Nikola után a tavasszal Kaposvárban szereplő Farkas Aurillal és a saját nevelésű Starosta Dáviddal is szerződést kötött a klub. A jövőben új kapusedzője lesz a felnőtt csapatnak, a Jászberényből érkező Miski Zoltán foglalkozik majd a hálóőrökkel. Tudatosan igazolunk, és jó játékosok kerültek hozzánk, már eddig is, de még tervezünk egy vagy két játékos igazolását. A probléma, hogy nagyon különböző fizikai állapotba felkészültséggel érkeznek. Van, aki a karantén miatt hónapokat, fél évet hagyott ki, van, aki még annál is többet különböző okok miatt. Úgyhogy a legfontosabb, hogy egy olyan munkát adjunk nekik, egyrészt, hogy kiegyenlítsék egymást ezek a teljesítményszintek, másrészt pedig, hogy hát csapattá gyúrjuk őket. Hiszen 5-6 ember tervezünk beépíteni a csapatba, úgyhogy azért az nem könnyű feladat. Az új játékosok egyike Papucsák Barna. A rutinos védő legutóbb az NB2-es bajnokságból szezon közben kizárt Balmazújvárosban szerepelt. Május elején kerestek meg, hogy mit szólnék ehhez a nyíregyházi ötlethez. Hát nagyon örültem a megkeresésnek, nyilván azért, mert a szabolcsi foci azért közel hozzám, mivel Kisvárdán is eltöltöttem 2,5 évet. Remélem itt is hosszú és sikeres éveket fogok eltölteni. Nyilván van egy minimális lemaradásom, mert én végülis folyamatosan ugye csináltam az egyéni edzéseket, nyilván nem csapattal, az egy kicsit másabb, de van egy pici lemaradás, de úgy gondolom, hogy ezt a felkészülés során simán be fogom hozni. A vezetőedző szerint sem a felkészülés körülményére, sem a játékosok hozzáállására nem lehet panasz a szakmai stábnak. Maximálisan elégedettek vagyunk. Nagyszerű feltételeket biztosított a klub. Itt edzőtáborozunk Nyíregyházán, ragyogó körülmények között, szuper konyhával. Itt látják az edzőpályákon is, hogy ennél jobbat nem is találnánk talán az országban máshol sem. Mert volt egy kis dilemma, hogy menjünk valamelyik másik vidéki városba, vagy itt maradjunk, de nagyon jó döntésnek bizonyult eddig legalábbis, hogy itt maradtunk, és mindent meg tudunk csinálni itt, amit szerettünk volna, amit elképzeltünk. Az edzőmérkőzés, hát az első gesztei mérkőzés az nagyon nem jól sikerült, ma sem lesznek frissek a fiúk, megpróbáltam felkészíteni őket, hogy ugye először saját magukat kell legyőzni, és ebben az időszakban ez normális, hogy fáradtak. Meglátjuk, hogy mire lesznek képesek, de ebben az időszakban nem az eredmény a legfontosabb, hanem amit gyakorolunk már, illetve hogy saját magukat le tudják győzni, illetve az, hogy taktikailag valami dolgok, amit eddig gyakoroltunk, abból valamit már kezdjünk el visszalátni. A szerdai edzőmeccset végül a vendég BV1C nyerte 1-0-ra. A Spari legközelebb szombaton játszik felkészülési mérkőzést, 11 órai kezdettel a Putnokot fogadja az örökösföldi pályán Gálhidi György együttese.